1996 óta nem zuhant akkorát a magyar gazdaság teljesítménye, mint most a második negyed évben. A GDP csökkenés 13,5%-os volt, ami szakemberek szerint minden várakozást alulmúlt. Zékárpád Dánielt kapcsoljuk. Így is van, Skype-on keresztül tudunk beszélgetni Zékárpád Dániellel, a Jobbik politikusával. Jó estét kívánok! Szép jó estét kívánok a kedves nézők! És ugye erre a, hát a sajtóban tényleg történelmilyen rossz adatként emlegetett számra reagált a kormány, ebből idézek, a magyar gazdaság az unió átlagánál ellenállóbbnak bizonyult a válsággal szemben, és tényleg lehet mutatni például Spanyolország formájában olyan uniós országot, ahol még ennél is nagyobb a visszaesés. Vérlázító a kormányzat hozzáállása, hiszen hetekig kellett elviselnünk azokat a híreket, amelyek szerint Európa leginkább átfogó gazdasági élénkítő mentőcsomagját nyújtja be ez a kormány. Hozzáteszem, mi vertük a kolompot, hogy a magyar munkabérek, a kieső bérek kipótlása érdekében azonnal lépni kéne. Az Orbán kormány 15-ként lépett Európában, miközben a Jobbik letette a magyar munkahelyvédelmi alap koncepcióját, ez mindenki kieső bérének a 80%-át azonnal pótolta volna, azokért is, akik már elveszítették a munkahelyüket. Az Orbán kormány viszont nem foglalkozik azokkal, akik a legnagyobb bajban vannak, akiket már elbocsájtottak, akik most nem tudnak új álláshelyet keresni, és az a gyarmati kiszolgáltatottság, amiben lavírozták, hozzáteszem, az elmúlt 30 év kormányaival együttesen a magyar gazdaságot, annak itt az eredménye. Elborzasztó GDP zuhanás, a 2008-as válság időszak másfélszerese zuhanás tekintetében a mostani adatok alapján, és hát egy olyan tehetetlen béna kacsaként vánszorgó kormány, amely nagyon sokszor nem is érti ezeket a folyamatokat, végül pedig nem csak az útszélén hagy teljes társadalmi csoportokat, hanem leszólja az útszélét napalma. Hát, ez egy erős kép volt, de hogy ugye a kormány... Azt nem is kérem, a kormány ugye nem azt mondja, hogy béna kacsaként vánszorog, hanem abban reménykedik, hogy ez a V alakú görbe fog megvalósulni, és hogy innentől kezdve, hogyha vége a válságnak, akkor kilövünk, és hát mondják azt, hogy például az ipari termelés meg a kiskereskedelem számai tényleg a nyáron már javultak. Tehát lehet, hogy összességében nem lenne akkora baj. Bárcsak igaza lenne a kormánynak, hiszen én nem lehetek ellendrukkere a magyar gazdaság javításának. Én annak örülnék, ha Orbán Viktoréknak igaza lenne ebben, de azt látom, hogy nem értik a modern gazdasági folyamatokat, ahogy nem értették az Uber körüli problémákat, nem tudták kezelni az Airbnb-t, nem értik a magyar fiatalok lakhatási problémáit, tudnám sorolni reggelig az értetlenségből adódó problémákat, és nyilván ott a szándék hiánya is. Nem lehet a magyar gazdaságot ebben a gyarmati státuszban ennyire kitett módon kezelni, úgy, hogyha az Orbán kormányok kizárólag a nyugati autógyártó óriások bedolgozóiként képzelik el a magyarokat. A miniszterelnök Szaúd-Arábiában azzal kampányol, hogy jöjjön ide a tőke, mert kellőképpen rugalmas szerinte a munkatörvénykönyve, és kellőképpen alacsonyak szerinte a magyar munkabérek. A Jobbik, mint Magyar Néppárt, béruniós koncepciója pont arról szólt, hogy kezdjük el a béreket közelíteni a nyugati átlaghoz, mert amíg ez a kiszolgáltatottság az úr, addig minden ilyen válsághelyzet háromszor akkorát fog oda csapni a magyar gazdaságban. Ezek nyilván nagyobb ívű, hosszabb távú tervek. Viszont, hogyha most tényleg itt van a küszöbön a második hullám, miközben mindenki azt mondja, hogy még egyszer így leállítani a gazdaságot és bezárni az országot, meg az embereket nem lehet, a Jobbik javaslata mi lenne, úgy, hogy nyilván tekintettel legyünk a fertőzés veszély minimalizálására, és arra, hogy a gazdaságot életben tartsuk? Játszunk politikai science fiction-t, és képzeljük el, hogy egy Jobbik kormánynak adhatok én tanácsokat, vagy egy ellenzéki kormány van most hatalmon. Első körben a magyar munkahelyvédelmi alapkoncepcióval a Jobbik, ahogy említettem, kipótolná a kieső bérek 80%-át, hogy senki ne nélkülözzen indokolatlan módon Magyarországon. Ennek a forrásait megjelöltük, multicégek és bankok közterviselés felé nyújtó befizetései ennek alapját adhatják. Másodszorban a személyi jövedelem adót minimálbérig, vagy akár a garantált bérminimumig adómentessé kell tenni, hogy a legnehezebb helyzetben lévők számára kedvezzünk. Harmadsorban
le kell állítani azokat a szociális jellegű problémákat okozó túlkapásokat, mint a végrehajtói letiltások minimál nyugdíjból, minimál jövedelemből, amelyek indokolatlanul szorongatják a lakosságot, és ha még egyet pluszban kívánhatnék, nyugdíjas honfitársaink részére számára a Jobbik, mint szociálisan érzékeny magyar néppárt, differenciált nyugdíjemelést vezetne be, tehát a kis nyugdíjasok esetében egy jóval nagyobb érezhető emelést biztosítana, de mondjuk 800 ezres nyugdíjak esetében már elgondolkodna, hogy az emelés százalékos mértéke érdemes, hogy ugyanakkor legyen, mint a kis nyugdíjak esetében, szerintem nem, tehát a nehezebb helyzetben lévőket igyekeznénk kedvezni, a foszladozó szociális védőhálót pedig a Jobbik haladéktalanul visszaépíteni. Ha már a nehéz helyzetűek, beszéljünk egy picit az Ócsai devizahiteles lakótelep sorsáról is, mert ugye a friss hír az az, hogy amit alapvetően azért hoztak létre, hogy a devizakárosultakon segítsenek, most úgy tűnik, hogy nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, mert mióta az önkormányzat az új gazda, ez tavaly január óta, lehetett tudni, hogy emelik majd a bérleti díjakat, és most kiderült, hogy nem is kicsit, mert hogy van olyan bérlő, akinek a mostani 16-21 ezer forint helyett 60-84 ezer forintot kellene fizetnie. Az önkormányzat egyébként azt mondja, hogy ez csak az egész Ócsára jellemző bérleti díjakkal való egyenértékűsítésről szól, semmi másról, és arról, hogy nem szeretnék, hogy szegregátunként kezeljék ezt a területet. A Jobbik szerint ezek elfogadható érvek, és ha nem, akkor mit javasolnának? Nyilván az önkormányzat nem véletlenül akar bérleti díjakat emelni. A Jobbik, mint magyar néppárt, mint említettem, szociálisan rettenetesen érzékeny, és hát amióta Jakab Péter nálunk átvette az idézőjeles DJ-pultot, nem véletlen, hogy munkavállalói érdekvédelem és a hitelkárosultak kérdései tekintetében sokkal többször tudunk terepen is megjelenni. A Jobbik támogatottsága is ezen időszakban másfél-kétszeresére nőtt, de félretéve a politikai érveket, a károsultak esetében úgy érzem, hogy egy annyira intézményesített, indokolatlan gazdasági terrorcselekmény történt Magyarországon, amely túlzás nélkül százezrek életét tette tönkre, most pedig az Orbán kormány minden korábbi ígérete ellenére piaci viszonyok közé löki azokat az embereket, akiket nem tisztességes piaci körülmények között hoztak ilyen nehéz helyzetbe, bankok, kormányzat, felügyelet, együttesen, hiszen indokolatlan, érvénytelen szerződésekből fakadó károkat követelnek kiszolgáltatott embereken. Ócsa esetében is azt látom, hogy a minimum lenne ezt a szociális kis minimális engedményt meghagyni ezen emberek számára, hogy ne piaci díjakat fizessenek, ha már az otthonukat elveszítették, olyan körülmények között, amelyeket felül kellett volna vizsgálni. A horvátok, környező országok is el tudtak indulni a felvételkori árfolyamon történő átváltások felé. Magyarországon a Jobbik is a felvételkori árfolyamon történő forintosítást erőltette, a kormányzat ehhez képest piaci árfolyamot zúdított az emberek nyakába, és még le is paktált a bankszövetséggel, megígérve nekik, hogy további terheket rájuk nem rak a rendezésére. Ugye ez tipikusan az a helyzet, ahol... segítséget érdemelnek. Na igen, csak hogy ugye tipikusan az a helyzet, hogy egy család is sok, hogy nehéz helyzetbe kerüljön, de összességében kevesen vannak ahhoz, hogy érdemi nyomást tudjanak kifejteni a helyzetük javítása érdekében. Úgy látom, hogy rengetegen vannak a hitelkárosultak, csak a jobbikos aktivisták és csapatunk 45 kilakoltatáson igyekezett jogsegélyt nyújtani, tehát jogszerűtlen eseményeket a jogszerűség medrébe terelni, tucatnyi esetben eredménnyel is jártunk, de hát több mint 10 000 ilyen esemény volt 2010 óta, és további ezrek készülnek, és ha a hitelkárosultak számát megszorozzuk csak a közvetlen családtagok létszámával, túlzás nélkül egy milliós tömegről beszélünk, tehát úgy látom, hogy rengeteg emberről van szó, akiket viszont kivéreztettek, nem állt mellettük, nem figyelt rájuk a mindenkori kormány, éppen ezért talán az erejük egy kicsit elfogyott, mi viszont a saját eszközeinkkel az utolsó pillanatig, utolsó töltényig ott álltunk. Zé Kárpád Dániel, köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni, további szép estét. Köszönöm a lehetőséget, szép estét kívánok!